vízút. Mi a baj vele? Éttermeket sose szoktak kirabolni. Miért nem? Egy bár, egy italbolt, benzinkút, egyforma az eső lelőnek. Étterem viszont más. Nem számítanak rá. Nem számítanak rablásra. Legalábbis nem annyira. Bármiben lefogadom, hogy itt a személyzetből senki sem fog hősködni. Nem hát. Ahogy a bankok, úgy ezek is biztosítva vannak. Az üzletvezető baszik rá. Csak minél hamarabb kint legyen, mielőtt szétlövöd a vendégeit. Pincérnők basznak rá. Azok is nem fogják lelövetni magukat a kasszáért. Az asztalt mosók, konyhások, egy 50-es óra vérért. Pláne basznak rá, hogyha kirabolod a tulajt. A vendégek meg csak ülnek teli pofával. Azt tudják hány óra? Bejöttek kajálni gyanútlanul, és egyszer csak egy pisztolya képükbe. Tudod, a múltkor italboltban ott támadt az ötletem, emlékszel? Jöttek be a vevők. Ja. Eszedbe jutott, hogy elszed a tárcáikat. Ez nyerő ötlet volt. Köszönöm. Többet hoztak a tárcák, mint a kassa. Az biztos. Az éttermekben is sok az ember. Sok a tárca. Okos, mi? Te még mennyire? Benne vagyunk, csináljuk meg most itt!